estét kívánok, kedves nézők! A két jégkorong világbajnoki elődöntő előtt egy félórányi súlyemelés az Európa-bajnokság mai napjáról. Először a 76 kg-os súlycsoport versenyének összefoglalója. Az Európa-bajnokságot 1993-ban nyerte ez a fiatalember, az örmény Kapanatsyan. 160 kg-on másodszor a dobogón, 155-tel kezdett, óriási erőben van, honfitársához hasonlóan, Barstegyánhoz hasonlóan, aki szintén teljesítette már ezt a 160-at, és ezzel a két örmény vezeti a versenyt. Egyébként nagyon érdekesen alakul a 8 fős A-csoportos mezőny, hiszen csak volt szocialista országbeli súlyemelők találhatók benne. Tehát ma nincs se görög, se török résztvevője ennek a kategóriának, mint ahogy egyébként magyar induló sincs. A lengyelek legjobbja, csúcstartója Kozlovszky 160 kg-on, mindössze 1 kg-mal élete legjobbja, a 161 alatt, amivel a lengyel csúcsot tartja. Andrzej Kozlovszky. A lökés az erőssége itt a szakításban. A 157 és félen az első fogásán rontott, aztán azt a súlyt javította, és most végül is a harmadikra csak összeszedte magát. 160-nal nem csak, hogy versenyben van a két örménnyel, hanem könnyebb testsúlyának köszönhetően ő vezet. De van még egy induló, akit eddig nem láthattak, a belorusz Lobachev. Most épp ő következik. Leonid Lobachev 162,5 kg-on. 157,5 volt az első fogása, teljesíteni, átvenni a vezetést. A szakításban egyébként kifejezetten jobb, mint a lökésben. Lobachev szófiai EB-n bronzérmet szerzett ebben a fogásnemben, ugyanezzel a súllyal. Tavaly a VB-n is megcsinálta, és egy kicsit kellett csak rendeznie a mozgását, de van benne annyi erő, hogy ezt megtegye. Arról nem beszélve, mondom, ez a 162 neki, hát aféle iskola gyakorlat évek óta tudja. Itt egy kicsit majdnem elvitte hátra a súlyt, de korrigált. És most már csak három fogás van hátra a versenyben. Eldől, hogy tudják-e tartani a lépést Lobachevvel. A két örmény és Lobachev még egyszer-egyszer jöhet a dobogóra. Először Oganes Barsegyánt láthatjuk, 162 és félen. Nehezebb a belorusz versenyzőnél, tehát semmiképpen nem kerülhetne elő a 25 esztendős jereváni fiatalember. Pedig eddig remekül dolgozott, és most is megvolt a magasság a súllyal. Amikor fel akart állni vele, akkor előre indult a súly, és nem tudott már korrigálni. Következik a másik örmény, Kapanatsyan. A súly 162,5 kg változatlanul, és az érdekesség, hogy Lobachevnak és az örménynek azonos a testsúlya, 75,5 kg, de ilyenkor az dönt, hogy kiemelte előbb azt a súlyt, hát e tekintetben Kapanatsyan már nem kerülhet belorusz elé. De azért nem mindegy. Hogy a lökés előtt mennyi hátrányt szed össze. Sokkal reménytelenebb kísérlet, mint honfitársának. Így a két örmény 160 kg-on maradt, és ez azt jelenti, hogy a belorusz versenyző már megnyerte a szakítást, és könnyebb testsúlyának köszönhetően a lengyel Kozlovszky a második helyen.
10 esztendőben ez a harmadik Európa-bajnokság, amit itt rendeznek lengyel földön, 85-ben Katowice-ben, 91-ben Vladislavovóban, és most pedig Varsóban, ahol már harmadszor kerül sor EB-re, 59-69 után 69-es, nagyon emlékezetes nekünk magyaroknak is sok sikerrel, bár az 59-es is, az a 69-es az akkor EB és VB is volt. 165 kg-ra került időközben a súly, Leonid Lobachev két jó szakítás után megpróbál 5 kg-mal elmenni a mezőnytől. Élete legjobbját teljesíteni a 165-tel, de ez a súly betakarta, így 62 fél az első helyen, és ez azt jelenti, hogy 2,5 kg-os előnye van az üldöző bojjal szemben. Egy szóval igen izgalmasnak látszik a lökésverseny. Lehet, hogy egyik meglepetés követi a másikat, ugyanis az imént esett ki a versenyből a lökésben a világ és olimpiai bajnok Fyodor Kaszapu, akinél már az önmagában meglepetés volt, hogy csak 150-et szakított, és ezzel mindössze a 7. helyre került, bár ez már előre jelezte, hogy mennyire formán kívül érkezett az Európa-bajnokságra. És ami még ennél is nagyobb meglepetés lehet, hogy a szakításban az első helyen végzett belorusz Lobachev is a kiesés szélére került, ugyanis a 190 kg eddig kétszer már kifogott rajta, erősebbnek bizonyult. Ez az utolsó lehetősége arra, hogy fennmaradjon, és nem. Lobachev kiesett. Meglehetősen ritka eset, hogy valaki a dobogó tetejéről, tehát a mennyből egy pillanat alatt, vagy három röpke kis pillanat alatt a pokolba jusson. Minden esetre Lobachevval ez fordult most elő. Mindez könnyen jelentheti, hogy lehet lengyel Európa bajnoka lesz a 76 kg-os súlycsoportnak Andrzej Kozlowski személyében. Persze mindezt nem akarom elkiabálni és túl előre mondani, hiszen a lengyel versenyző még csak most mutatkozik be első gyakorlatával a lökésben, és a szakítást is hibával kezdte, de ő a lökésben sokkal eredményesebb, azért ezt hozzá kell tenni. Meg is csinálja az első fogását azonnal, és a versenyben az érre is került ezzel Andrzej Kozlowski. A 76 kg-os súlycsoport általában mindig igen kiegyensúlyozott versenyt hoz, így volt ez az elmúlt évben az Európa-bajnokságon is, ahol az első három között csak a testsúlyt különbség döntött, minden versenyző 355 kg-ot ért el. Ugyanannyit, mint amennyit itt most már Andrzej Kozlowski jegyezhetett. Az ukrán Szevasztejev a következő. A szakításban nagyon gyengén muzsikált, az ötödik helyre került. ...155 kg-mal, most pedig 195-ös lökés. Tavaly évben harmadik volt az EB-n, negyedik a VB-n. Itt most úgy néz ki, hogy nem nagyon tud előbbre lépni. Óriási küzdelmet vív ezzel a 195-tel. És nem tudja kilökni Szevasztejev, így egészen bizonyosnak látszik, hogy búcsúznia kell majd a jobb helyek egyikétől. Ugyanerre a súlyra készül a 195-tel az örmény Barszegján is. 195 élete legjobbja. Oganes Barszegjánnak, aki hallatlanul gazdaságosan emel, és
most egy kontrát fogott, és ez kizökkentette, már nem tudta megindítani a súlyt. Újabb rontás. Kérem szépen, egyre jobban érik a lengyel aranyérem a 76 kg-os kategóriában, hiszen az örmény Kapanacsian 195 kg-ra megy mindössze. Mondom ezt, hogy mindössze, hiszen a szakításban azonos eredményt ért el a lengyellel, de a testsúlya nehezebb, tehát ha ki is lökni ezt a súlyt, elé nem kerülhetne, arról nem beszélve, hogy a lengyel fiúnak még van hátra két fogása. Viszont a második hely megszerzése szempontjából mindenképpen meg kellene, hogy csinálja ezt a 195-öt. Úgy látszik, a rontások napja. Rontás ül az emelőkön, ketten ki is estek, és most már folyamatosan nem láttunk régen jó fogást. A másik örmény fiú következik, Oganes Barsegyan, a súly változatlanul 195 kg, és amennyiben teljesítené, abban az esetben az övé lehetne a második hely a versenyben. Ha nem, akkor honfitársa mögé szorul, hiszen csak az első lökése volt eddig jó, 190-en. Tehát ezen a súlyon javít. Nem tudta, ő se tudta a 195-öt kilökni, és ez azt jelenti, hogy honfitársa megelőzte. Kérem szépen, az belorusz Lobacsov kiesésével, tehát a lengyel Kozlovszky vezet 355 kg-mal, utána az egyik örmény Kapanacsian 352,5-lel következik, illetve a másik örmény Barsegyan 350-nel. Utóbbi két versenyző már befejezte a szereplését, és az utolsó esélye az ukrán Szevasztejevnek, hogy bekerüljön a két örmény közé, azaz megszerezze a verseny harmadik helyét, ha 197,5 kg-ot kilöki. Hozzáteszem gyorsan, hogy versenyen ekkora súlyt még soha nem teljesített Szevasztejev. Most sem, így az örmények visszaverték a támadást és megtartották érmeiket. Egyidejűleg most már Európa-bajnokként következhet majd Andrzej Kozlovszky. Meglehetősen különleges szituáció ez, hiszen ennél élesebb versenyben szokott kialakulni a végeredmény. Ez a 76 kg több szempontból is furcsa egy súlycsoport, mint ahogy erről korábban már beszéltem, és említést tettem. Például az egyik ilyen, hogy ez az egyetlen olyan kategória, ahol tavaly nem volt világcsúcs, és a 93-as világrekordok vannak érvényben, illetve a lökésben az Európa csúcs, amely 200 kg, és az orosz Kozejlov nevéhez fűződik. Ez döntené most meg a lengyel Kozlovszky hallatlan könnyű fölállással. 200,5 kg, fél kilogrammal szárnyalta túl az Európa rekordot. Nagy formában van, eddig csak az első szakítását tudta elrontani, hogy így fejezzem ki magam, aztán két jó szakítás, majd két jó lökés, és 360 kg az összetettben az eredménye, majd meglátjuk, ki jön-e az utolsó fogására. A versenyt már rég megnyerte, és most már az Európa csúcsot is besöpörte Kozlovszky. Egy haladlanul ideges hangulatban végződött versenyé vált végül is a 76 kg, ugyanis az a ritkaság fordult elő, hogy egy versenyzőnek sem sikerült az utolsó gyakorlata. Kozlovszky sem volt kivétel, bár mentségére szóljon, hogy ő a világcsúccsal próbálkozott, végül is sikertelenül. Így 360 kg-os összeredménnyel fejezte be a versenyt, és lett Európa-bajnok, 10 kg-ot javulva a tavalyi VB óta. Aztán a 83 kg következett, ahol jóformán csak egy emelő volt a pályán, a görög Dimas.